Én azt szoktam mondani, hogy az én képeimet nem annyira érteni kell, hanem inkább érezni. Amikor valaki megkérdezi tőlem, hogy szoktál meditálni, akkor azt szoktam mondani, nézd meg egy képemet. Az, hogy én ezt csinálhatom itt egész nap, ez a legnagyobb ajándék. Mi úgy nőttünk föl a testvéreimmel, hogy az édesapám festőművész, és a műterme az része volt a lakásnak, tehát az életterünknek. Valahogy az volt nekünk a normális mindig, hogy valaki zongorákból szobrokat csinál, zongorafedőkre zsiráfokat fest, tehát egy ilyen különleges állapot az, ami nekünk akkora normálisat jelentette. Azt gondoltam, hogy grafikus leszek, és semmiképpen nem festőművész. Láttam az édesapámon, aki festőművész, hogy ez egy nagyon bizonytalan műfaj. Tehát ha jön valaki, érdeklődik, megvesz egy munkát, akkor megvette, de hogy nincs az, hogy minden hónapban van egy fizetésed. És azt gondoltam, hogy ez eszméletlen nagy rizikó így élni. Üdvözlöm a kedves nézőket, ez itt a heti Kortárs, a heti DV kulturális magazinja. Több mint 2,5 évvel ezelőtt ezt a műsort azért indítottuk el, hogy ezt a kortárs szektort, globálisan az Art World-nek nevezett valamit, konstellációt megismertessük önökkel, és ezért olyan szereplőket hívok meg, akik a tevékenységükkel ezt egy kicsit érthetővé teszik az önök számára. Ezzel a kis videóidézettel, amit láttak, a mai vendégemet vezettük föl, Barabás Zsófit. Szervusz, Zsófi! Szia! Köszönöm szépen, hogy eljöttél. És szeretném mindjárt fölvezetni, hogy van most nyílt egy kiállításod a Deák Erika galériában, Felhők súlya címmel. Mit fed ez a cím? Igen, május 4-én nyílt ez a kiállítás, és elkezdtem újra síkplasztikákat készíteni a táblaképeken kívül, és már mindjárt az elején, amikor elkezdtem ezzel a formátummal foglalkozni, akkor felhőknek neveztem őket. És az volt a kérdés, hogy mit lehet emellé tenni, ami érzékelteti ennek az egész kiállításnak a mondani valóját, és fenn volt nálam két barátom, akikkel elkezdtünk beszélni a felhőkről, és az egyikük mondta, hogy tudjuk-e, hogy amúgy a felhők nagyon nehezek, akár több tonnás is tud lenni egy esőfelhő, és nagyon megtetszett nekem ez az ellentét, hogy a felhőket könnyednek gondoljuk, amikor átrepülünk rajta repülővel, akkor is az egész egy ilyen légies, könnyű dolog, és hogy Hát azért valahol a repülőt meg tudja rázni, hogyha... Igen, attól függ, hogy milyen felhőbe megyünk bele, igen, de hogy valahogy az ellentétét ennek a két dolognak szerettem volna bemutatni. Ezen kívül, ha ma valakinek azt mondod, hogy a felhő, akkor nem mindig és minden esetben az égen megjelenő felhőre gondol, hanem a tárhely felhőkre, amikben benne vannak a képeink, az információk rólunk, adatok, a családi archívum, az összes fotó, amit hétvégén készítettél, és hogy van ennek is egy ilyen érdekes vonzata, hogy mi minden a felhő. És a felhő forma megjelenik itt ilyen kivágott elemként is, 10 ilyen felhő került ebbe a kiállításba, ezen kívül megjelenik a táblaképeken, a vásznakon is. Egy műgyűjtő barátom, nemrég sajnos elhunyt Vértes Gábor, mondta nekem egyszer, hogy egy gyűjteménykezelő szoftvert akart vásárolni, és akkor megkérdezte Tóth Pál Sándor egyébként, az illető, aki hozta, ismerjük Palit, hogy hát van offline, meg van felhő alapú megoldás, hogy melyiket szeretni, és mondta Gábor, hogy hát ő inkább az offline megoldás, mert hogy hát a felhő az olyan bizonytalan, mi van, hogyha jön a szél és elfújja, tehát szoknunk el ezt a dolgot, tehát a digitalizáció úgy gondolom, hogy az is egyfajta súly. Itt a művészvilágnál eléggé konzervatív környezetben élünk, és akik olajvászonnal dolgoznak, azok bizony egy kicsit gyanakodva vagy idegenkedve tekintenek erre a digitális dologra. Hogy sikerült maga a megnyitó? Sajnos nem vettem ott, de nagyon sok szép képet láttam róla. Jól sikerült. Adamik Luca művészettörténész nyitotta meg a kiállítást, és szerencsére sokan eljöttek, barátok, család, ismerősök, és most visszatérve egy pillanatra erre, amit mondasz a digitalizációval kapcsolatban, azt gondolom, hogy ez egy sokoldalú kérdés, ugyanakkor nagyon nagy lehetőség is. Tehát az például, hogy nem voltál ott a megnyitón, de láttad a fotókat,
Vagy én ezeket az archív fotókat, vagy a reprókat be tudom mutatni, föl tudom tenni az Instagramra, ezek azért nagyon komoly lehetőségek, és olyan nemzetközi helyekre is, láthatóságot biztosít. Így van, olyan helyekre is eljuthat, ahova amúgy nem annyira könnyen, vagy korábban nehezebben ment, amíg még régen katalógusokat kellett kiküldeni valahova, most pörgetik az emberek az Instagramot, és nézik, hogy ki mit csinál. Maga az NFT esetleg foglalkoztat, vagy foglalkoztál már ezzel, hallottál róla? Igen, de még nem foglalkoztam bele. Oké, akkor ebben nem bonyolódunk bele. Múltkor előadtam egy márkaépítés konferencián, és akkor valaki mondta utána, hogy úgy látja, hogy úgy helyemen vagyok, ezt mondjuk ilyenkorban teljesen úgy gondolom, hogy helyén való, tehát valaki nincs helyen, akkor valami gond van. Te helyeden vagy-e, úgy érzed, hogy valahova megérkeztél, vagy éppen úton vagy, már folyamatosan úton vagyunk, de hogy helyeden van-e? Én úgy érzem, hogy igen. Tehát mindig vannak következő lépcsőfokok, amiket szeretnék, a tervek, elképzelések, hogy hogyan tovább. Ugyanakkor azt gondolom, hogy én szeretek egy-egy ponton megállni, és azt mondani, hogy ez most így oké-e, jó-e, meg vagyok elégedve vele, vagy nem. És ezután, a megnyitó után azt tudtam mondani, hogy ez most egy állomás megint. Tehát másfél év anyagát mutattuk most be a galériában, vagy hát még most is látható, és valahova sikerült eljutni, és aztán mindig az a kérdés, hogy merre tovább. A bevezető videóban említetted, hogy ez azért egy eléggé bizonytalan szakma. Múltkor vitába bonyolódtam egy színházi szakemberrel, hogy hát hogy mondhatom azt, hogy nehezebb helyzetben vannak a képzőművészek. Mire mondtam neki, hogy hát talán ugye a színészvilágban, hogyha valaki egy társulat tagja, akkor ott fizetést kap. Mi van akkor is, hogyha nincs előadás, tehát hogy valaki egy galériánál van, ami egy társulatnak is betudható, jár ott fizetés? Nem, a galériában... Nem igazán, igen. Nem, de ugyanakkor egy csapat van mögötted, és az nagyon sokat számít, hogy van a galéristád, vannak, akik a galériában dolgoznak, hogy nem mindent egyedül és nekem kell megcsinálni, hogy vannak feladatok, amiket elosztunk, hogy kinek mi a feladata, és... Mi az, amiben például egy művész támaszkodhat egy galéristára? Ezt talán sokan nem tudják, tehát hogy van, aki azt hiszi, hogy a galerista csak úgy összegyűjti a mókusok, vagy mint a művészeti mókus a mogyorót, és aztán azokkal kereskedik, de mi a valóság, vagy te ezt hogy éled meg? Hát a galerista összegyűjt olyan művészeket, akiket jóknak tart, akikben hisz, és azokkal tud dolgozni. Ez oda-vissza kölcsönösen így kell, hogy menjen. Nekem is hinni kell abban az emberben, akihez elmegyek és kiállítást csinálok nála. Ez egy folyamatos diskurzus. A Deák Erika, a galéristám eljön hozzám a műterembe, és folyamatában is megnézni a munkákat. Tehát látja, hogy mivel készülök, elmondom neki a terveimet, beszélünk a kiállítás dimenzióiról. Ez fontos, hogy legyen egy ilyen visszacsatolás, hogy... Nagyon fontos. Ugye, hogy jó irányba haladsz-e például. Tehát itt nem igen, gondolom, és ez hogy... fontos a művésznek is, szerintem a galeristának is. Két évvel ezelőtti kiállításomon, az volt az első kiállításom a Deák Erikánál, az volt a cím, hogy kihajtogatott mozdulat. Ott két acélszobrot is bemutattam, egy rozsdamentes acélszobrot és egy másik nagy festett sárga szobrot. Ezek Kecskeméten készültek ugye a szimpóziumon. Így van, így van. Azaz már ezek később, a szimpóziumon kezdtem el az első szobrokat készíteni. Ez a két nagy szobor, ez már kifejezetten a kiállításra készült. És akkor például azt kitalálni, hogy ezek hogyan működnek majd a térben a festményekkel együtt, ez egy nagyon izgalmas dolog és folyamat. Ugyanakkor ő az, aki bonyolítja ennek a úgynevezett eladási részét is, tehát hogy ebből legyen annyi, hogy utána én tudjam folytatni a munkámat. Tehát legyen vetőmag. Tudjak vakrámát venni és vásznat, így van. Aha, értem. Ha már ez a kész szimpózium szóba került, hogy kerül a csizma az asztalra? Tehát egy festőművész hogy kerül a acélszobrászati szimpóziumra, ami hát azért nem annyira nőies műfaj. Azért vannak szobrászok, a Rabucki Judit, meg többen, de igen, meghívtak 8 művészt, és a Verebics Ági és én voltunk festőművészek, és igazság szerint vettek nekünk olajfestéket, és azt gondolták, hogy mi majd festeni fogunk, de hát én mondtam, hogy akkor én kipróbálnám, hogyha lehet. Hát nagyon izgalmas dolgokat lehet csinálni, és engem az érdekelt, hogy azokat a rajzokat, amiket én papírra készítek, azokat hogyan tudom térbe emelni, és ennek több variációja született meg. Az egyik forma az volt, amikor mint vonalrajz megjelenik a térben, és a kieső
nagyobb formákra teszem rá ezt a vonalrajzot, a másik pedig egy olyan volt, mint egy paraván, ahol egy ilyen dupla hajtással sikerült egy teljesen síklapot mégis térbe állítani, és ugyancsak az én rajzi világom jelent meg benne. Még emlékszem, hogy Fehér Lászlónak voltak ilyen, így van, térbeállított rajzos szobra, és akkor mindjárt mondta, hogy gyűjtő, hát az kell neki. Igen. De annyira új volt. Mit jelent neked a művészi szabadság? Azt, hogy nem mondja meg senki, hogy én mit csinálok, hogy mekkorát fessek, mit fessek rá, mi legyen a képen, kicsit inkább ilyen színben, vagy olyan színben, és azt, hogy tulajdonképpen az, hogy dolgozhatok a műteremben, festhetem azokat a festményeket, amikkel én a legjobban tudom kifejezni magam, amiket én fontosnak tartok, és mindeközben, ha el kell utaznom, vagy el akarok utazni valahova, akkor elmehetek, visszajöhetek, kiállíthatok külföldön. Azt gondolom, hogy ez a szabadság. Tehát nem az, hogy... Tehát, hogy mint azt mondtad, hogy azt csinálsz, amit akarsz, nem? Tehát, hogy de azért ennél kötöttebb pálya. Nem? Tehát, de végül is azt csinálhatok, amit akarok. Az a kérdés, ugye, hogy én mit akarok? Én festeni akarok, és ezt akarom csinálni. Sokakat, akik a képzőművészeket kívülről látják, az zavarja leginkább, hogy nem mondja meg senki, hogy mit kell csinálnod. Tehát neked kell mindig kitalálni, mi a következő lépés. Ha nem, de azért nem árt a visszacsatolás, hogy... Persze, de hogy ki kell találni mégis. Uh-huh. Tehát én egy kicsit olyan úgy dolgozom, hogy sok író is dolgozik, így például a Paul Auster, hogy bemegy reggel és dolgozik 8-9 órát. Tehát én is szeretem azt, hogyha van azért ennek egy ilyen kötött része, hogy bemegyek a műterembe, dolgozom, egy ponton elmegyek haza, de hogy azt gondolom, hogy ebben kell egy bizonyos fokú következetesség, hogy ez összeálljon. Egy művész egyszer azt mondta nekem, hogy neki a művészi szabadság az, hogy egy művész azt sem akar, hogyha éppen úgy gondolja, akkor nem csinál semmit. De szerintem nem ennyire egyszerű, mert a művésznek feladata van, és ugye ez egy ilyen nagyon szofisztikált csapatmunka, tehát a művésznek tenni kell a dolgát folyamatosan és szorgalmasan, a galeristának folyamatosan ezt a dolgot nyilván legjobb tudása szerint értékesíteni kell, és akkor itt a gyűjtők jönnének a sorba, amelyik ugye egy ilyen fejlődésbe levő piac mindig lehet jobb. De ugye a gyűjtőknek a szerepvállalása még egy picit úgy gondolom, hogy nem annyira tudatos, mint a galeristák és a művészeknek a szerepvállalása. Nem tudom, hogy a pandémia, mint olyan, ami egy ugye piacileg egy nagyon nehéz helyzetbe hozott nem csak minket, ugye a kreatív ipart, hanem más iparágakat is, hogy azt te hogy élted meg? Tehát nyilván az elején a hűsen őt, nem? És akkor mi történt? Én a pandémia elején rájöttem arra, hogy tulajdonképpen amúgy is teljesen izoláltan dolgozom. Mert reggel bemegyek a műterembe, ugyanúgy a pandémia alatt is, ott dolgozom egyedül egész nap. És akkor az, ami esténként a szelep szokott lenni, ahol egy kicsit az ember kienged, hogy elmegyek színházba, koncertre, barátokkal találkozni, az nem volt meg, az a része. Az nagyon hiányzott, ugyanakkor a munka folyamatában folytatódott ugyanúgy. Annyi volt, hogy a 2 évvel ezelőtti megnyitóm elmaradt, és azt a kiállítást úgy nyitottuk meg, hogy a Bakimre volt ott, a Deák Erika, egy videós, egy fotós, meg én. Tehát ott azért nagyon hiányzott az, amit múlt héten itt átéltünk a megnyitón, hogy egyből látod az embereken, hogy eljönnek, mit gondolnak, elmondják, van egy azonnali visszajelzés. Bak Imrével elég közeli kapcsolatban vagy, hogy ő nyilván nem egy egyszerű pályatárs, hanem milyen a ti viszonyútok, kapcsolatotok? Hát őt én az egyik mesteremnek tekintem. Ugyanakkor nagyon jól esik az, hogy nem csak ő nézi meg azt, amit én csinálok, és mondja el, hogy mit gondol az aktuális munkákról, hanem ő is megmutatja nekem, amin dolgozik. Tehát ez egy nagyon, nagyon fontos, akár barátságnak is nevezhetném, kapcsolat. És szakmai visszajelzés. Szakmai visszajelzés is, és szakmai és emberi visszajelzés. Tehát azt gondolom, hogy ő neki a szakmaisága is nagyon fontos nekem, ugyanakkor az, amilyen ember, az is nagyon fontos nekem. Szóval nézzük, kicsit visszatérve erre a fenntarthatósági kérdésre, ami ugye itt a kortárs ekoszisztémájában még nem áll túl stabil alapokon, tehát ezzel nem kaptak fizetést a művészek, de talán a kedves nézők ebbe bele se gondolnak, hogy
hogy ugye a kortárs alapvetően mindenek előtt a non-profit krediteket kell, hogy megszerezze. Ezzel együtt pedig törekedni kell arra, hogy ezeket olyan irányba tegye le az útra, hogy azok valahol egy for-profit visszacsatolásba menjenek át, hiszen ha egy jó művész és elhivatott, akkor ebből akar megélni. Tehát nem akar mellette semmi más csinálni, hanem csak ezt tudja, vagy ezt akarja csinálni. Hogy ezt hogy lehet áthidalni? Ez nagyon nehéz kérdés lehet, hogy találja meg a művész azt a motivumot, ami nem az eladhatóságra megy, hanem egyszerre hordoz kortárs értékeket, és benne van az is, hogy sikerre predesztinált. Ez egy nagyon összetett kérdés. Én tervezőgrafikusként is végeztem a Képzőművészeti Egyetemen, és csináltam nagyon sok tervezőgrafikai munkát. A Vince kiadónak, aztán csináltuk a Moyzer Zsuzsával egy könyvet gyerekeknek, a Mindenki tud rajzolni. És én tanítottam is gimnáziumban egy évig, a Fasori Evangelikus Gimnáziumban művészettörténetet az összes felsősnek, és ezek olyan tevékenységek voltak, amik valahol lefoglalnak, hiszen az időd, amit festéssel töltenél, azt töltöd ott, de közben van benne egy bizonyos fokú felszabadító dolog is. És van, hogy ez a két dolog jól tudhatni egymásra. Aztán az az állapot, amikor csak festek, és nem járok tanítani valahova, az megint egy más helyzet. A legszűkebb erőforrásunk az idő. Tehát én csak azt feszegetem, hogy bizony ez a kényszer helyzettel, hogy egzisztenciális csapdába kerül az a művész, aki kilép az életbe, és még nincs for profit igénye az ő képeire, de már neki meg kell élni, és családot kell eltartani adott esetben, hogy ezt hogy lehet áthidalni, és bizony van, aki beleragad abba a dologba, amit ő mellesleg tehát mellékes munkaként csinálja, hogy megéljen. Uh-huh. És az a tapasztalatom, hogy nem a középszerűek vagy a rosszak halódnak el sokszor, hanem a jók, mert hogy pont az az önérvényesítés, meg az a kis nyomulás, meg nem tudom, amit egyébként az elején esetleg kellene oda tenni, az hiányzik belőlük. Ők csak jó művészek lennének, hogyha ez a rendszer jól működne. Igen, hát itt az is a kérdés, hogy mennyire akarod ezt csinálni. Hogy hajlandó vagy-e akár mondjuk egy darabig nehezebben élni, de ezt csinálni. És hogy van-e benned az az igény, hogy bizonyos műalkotásoknak egész egyszerűen meg kell születni. Igen. Tehát önmagadba vetett hit kell, illetve valahol mégiscsak ez egyfajta vakrepülés. Nem tudom, aminek. Igen, de azt gondolom, hogy... Ha ezt jól csinálod, akkor annak nyilván jó a vége. Igen. De érdekes, amit mondasz az idővel kapcsolatban, mert azt gondoltam pont, ahogy jöttem ide, hogy az idő, mint olyan, amikor beülsz egy koncertre mondjuk, akkor leülsz, és kénytelen vagy azt a koncertet, remélhetőleg jó és élvezed, egy-másfél órán keresztül hallgatni. Ugyanez van a színházban. Az az idő, amit egy kortárs festmény vagy szobor előtt töltünk, az mindig mi döntjük el, hogy az mennyi idő. És az az érdekes, hogy állsz egy kép előtt, hogy mennyi ideig hagyod, hogy ez a munka hasson rád, hogy egy másodperc, két másodperc, egy fél perc, öt perc, és már lépsz tovább. Uh-huh. És én, mint alkotó, nem tudom úgy megfogni, mint mondjuk egy énekes vagy egy zenész, hogy most egy órán keresztül engem hallgatnak, tehát a munka kell, hogy elvégezze ott az a festmény, amit én már elengedtem, és fönn van a falon, azt, hogy elkapja el a nézőt ahhoz, hogy egy kicsit hosszabban. Picit ezt árnyalnám, tehát értem, amit mondasz, és abszolút egyetértek a szempontoddal. Én úgy gondolom, hogy ezért még van valami, amit nem látunk, vagy sokan nem látnak. Tehát oké, hogy odaáll a néző a kép elé, de hogyha a néző nincs kiművelve kellően, nincs fölkészítve, a vizuális kultúrája nem áll azon a szinten, nem érti, mi a kortárs. Tehát, hogy nem csak a képet kell látni, hanem érdemes a művészt megismerni, magát a koncepciót, hogy ugye kortárs szó a kontextusba helyezhesse, és a pálya ívében értelmezhesse ezt a képet, akkor hiába állott, és a művész se tud megfeszülni. Tehát itt a rendszer struktúrája tartom az olyan hiányosság, amivel igazából nem tudunk mit csinálni, de törekszünk rá, nem? Tehát, hogy mi is edukáljuk itt
a piacot kicsit. Igen, azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy minél több ilyen dolog kerüljön bemutatásra, hogy minél több gyereket vigyenek el múzeumban megnézni nem csak a nagy klasszikus anyagot, hanem kortárs kiállítást is. Ugyanakkor pont van egy The Nine Street Women című könyv, amiben azt olvastam, a Elaine de Kooning, a Willem de Kooning felesége kirakta a munkáit, és jött föl valaki, aki abszolút outsider volt. És annyira jókat mondott a képekre, hogy azt gondolom, hogy bizonyos esetben nem feltétlenül kell, hogy valakinek legyen képzettsége ahhoz, hogy egy jót tudjon kérdezni. Tehát ez egy nagyon összetett dolog. Mindenképpen jó, hogyha van, és mutatunk, és látunk, és árnyalunk, és tudjuk, hogy, hogy mi minden történt már, ugyanakkor igen, van, hogy valakiből spontán az érdeklődés kihoz olyan felvetéseket, amik izgalmasak lehetnek. Abszolút, persze, hogy nyitottság, meg nyilván valami genetikában is van valami, hogy van érzéke hozzá, vagy nincs. Összességében én azért igyekszem ezt tehát tágabb kontextusban vizsgálni társadalmilag, és ezek az esetek, amik nyilván léteznek, ezeket azért nem tartom igazából jónak, mert ezekből legendák keletkeznek, hogy hát ez így is működik, pedig hát nem. Tehát és akkor azt mondja a kultúrpolitika, hogy hát akkor ez mi is működik, akkor nekünk nem is kell ezzel foglalkoznunk. Említetted azt, hogy te nem akartál festő lenni, mert hogy ez egy ilyen teljesen bizonytalan dolog. Hogy ez most akkor itt helyre került, vagy szeretsz veszélyesen élni? Nem hiszem, hogy szeretek veszélyesen élni. Azt hiszem, hogy én szeretem, hogyha a dolgok meg vannak tervezve, úgy alakulnak, ahogy elképzelem. Ez sokszor nem így van, de aztán megpróbálom mindig állni a sarata. De megvan az adrenalin szintje ennek az életmódnak? Meg mindenképpen. Nagyon izgalmas, mert rengeteg kihívás van benne, utazások. Én nagyon szeretek kiállításra készülni, amúgy is folyamatosan dolgozom, de amikor tudom, hogy lesz egy kiállítás, az egy külön helyzet, állapot. Ugyanakkor a tervezőgrafika is egy ponton az volt az érzésem, hogy ha valaki elmegy árdirektornak egy grafikai stúdióba, az egy biztos dolog, és aztán amikor jött a válság, akkor kiderült, hogy az sem biztos. Tehát ilyen értelemben nem tudom, hogy mi az a munkahely vagy munka, ami teljesen biztos. Ezt én szeretem csinálni, és megpróbálom jól csinálni. Ahhoz, hogy jól csináld, gondolom azért a felkészülés az nem volt hiába való. Te jártál külföldön is, és itthon is egyetemre, Japánban is jártál. Egyébként én úgy gondolom, én is voltam 88-89-ben, 3 hónapot töltöttem kint, és én is kokettáltam hozzá az egyetemmel, amire te jártál. És ezek a képek szerintem a japán ízlésnek maradéktalanul megfelelnek. Tehát én szerintem ezt ott, azt ott nagyon üdvözölték. A kérdésem az, hogy hol készítenek fel jobban a valós életre, mint művészt? Én Angliában, Németországban és Japánban jártam felsőoktatási képzőművészeti iskolában. Akkor még tágabb a rálátásod. Ezeket láttam, és azt láttam, hogy a Angliában illusztrációszakra jártam, és ott már úgy képezték a hallgatókat, hogy ők valamilyen szinten biztosak voltak benne, hogy lesz munkájuk. Tehát, hogy nem volt az a görcs, hogy vajon majd, ha kikerülök az egyetemről, akkor mi lesz? Hiszen rengeteg illusztrációs verseny volt már az egyetem alatt, rengeteg hely, ahol már útközben meg tudják mutatni. Tehát voltak megmérettetések, ahol pozíciókat lehetett foglalni adott esetben. Abszolút. Vagy például ez a Cambridge iskola a bolonyai nemzetközi gyerekkönyvására minden évben viszi a hallgatóit. Tehát már az elejétől kezdve megmutatja azt, amit csinálnak. Japánra kitérve, amit említettél, ott én tulajdonképpen egy műteremben dolgoztam egy japán fiúval, egy japán lányjal és egy francia lányjal, és ott egy kicsit kevésbé derült ki, hogy az oktatás milyen, hiszen japánul zajlott, és én külön konzultáltam a tanárommal, de azt gondolom, hogy ott is megpróbálják minél hamarabb bedobni, úgymond a mély vízbe a hallgatókat, tehát kiállításokat csinálni, hogy ne az legyen, hogy eddig ide jártál, és akkor onnantól kezdve megold meg magad, hogy utána hol fogod tudni bemutatni a munkáidat. Egyszer voltam Kolozsvárod, akkor még működött az ecsetgyár,
és amikor kimentünk meglátogatni, egyébként egy teljesen más művészeti rendezvény kapcsán voltunk kint, akkor pont akkor volt a végzett diplomásoknak a diploma kiállítása a helyi Expo-n. Uh-huh. És kérdezik, beléptünk egy művészeti vásárba. Igen. Tehát standok voltak, tehát gyakorlatilag arra gyúrtak, hogy ott hogy nézzen ki ez az egész. Uh-huh. Tehát konyhakész sorozatok voltak, angolul beszéltek, és ez mintha egy picit nem így működne még itthon Magyarországon, nem? Igen, de azért volt, nálunk eléggé mesterfüggő volt, hogy ki hogyan, kinek a mestere hogyan állítja ki a hallgatóit. Például a Maurer Dórának volt híres hát minden évben az osztályának bemutatót csinált a Goethe Intézetben, ami akkor még az Andrássy úton volt, és tulajdonképpen oda el tudtunk menni, és egy teljesen profi kiállítás volt. Több mester azért dolgozott azon, hogy megmutassa a hallgatóknak, például a Keser Ilona Pécsen ugyanezt csinálta, hogy pozícionálta a hallgatókat, és kitalálta a színerőkurzust, és ott aztán nem is akármilyen, hanem óriási képeket lehetett festeni, és mindig volt minden évben egy bemutató megnyitója is ennek. A kortársban a méret a lényeg? Nem, szerintem abszolút nem, de nagyon izgalmas, mondjuk én magamról tudok beszélni ilyen értelemben, nekem nagyon izgalmas volt festőművészként kipróbálni azt, hogy 2x5 méteres vászorra milyen dolgozni. És én ezt otthon nem tudtam volna, most se tudnám megcsinálni a műtermemben. Tehát ez egy olyan lehetőség, ami ha így jön, akkor ez mindenképpen visszahat arra, amit aztán utána műteremben csinálsz, kisebb méretben. Egyszer azt olvastam, hogy a nagy festők, akik már úgy befutottak, azért nem csinálnak kis képeket, mert az a kvázi majdnem ugyanannyi meló van, mint egy nagyjal, csak sokkal kisebbek, és ott már ilyen négyzetcenti árfolyamok vannak, sokszor ez biztos, hogy hallottál erről, hogy ez valóban így van. Az, hogy egy kis képet megfesteni, akkor a munka, mint egy nagyot? Kvázi. Sok esetben igen. Tehát azért vannak olyan, most a legnagyobb kép, ami ki van állítva, az 240x180-as, azt én egyedül már nem tudom mozgatni, mert 150-et érek át. De van ebben valami, tehát hogy kitalálod, megcsinálod, de minden léptéknek is megvan a maga izgalma. Mit jelent számodra a siker? Hát ez számomra azt jelenti a siker, hogy azt csinálhatom, amit akarok, és hogy, és hogy mert sokszor úgy néz ki, hogy a siker az, hogyha szerepelsz a tévében, meg az újságban, és beszélnek rólad. Én meg azt gondolom, hogy nekem a legjobb, ami van most az életemben, az, hogy ott van a családom, és azok a barátaim, akik nem azért szeretnek, mert sikeres vagyok, hanem úgy amúgy is, azt hiszem. Barabási Albert Lászlónak a Képlet című könyve, nem tudom, hogy volt a kezedben. Olvastam, és nagyon szeretem. Igen. Ugye ott van az a fejezet a művészvilágról, ahol ugye azt hiszem az a cím, hogy ahol a teljesítmény nem skálázható, egyértelműen a network határozza meg a siker mértékét. Ezzel egyet értesz? Én azt gondolom, hogy a mai világban nagyon fontos az, hogy kik látják, kikhez jut el az, amit csinálsz. Ugyanakkor eszméletlen életművek születtek, amikor készültek, nem voltak pozícionálva. De én nagyon szeretem ezt a könyvet, és mondtam is a Lászlónak, hogy ez egy nagyon izgalmas, és nagyon... hogy is mondjam, építő. Tehát, hogy valahol... Igen, igen. Tehát sok minden van, amit vagy érzel automatikusan, vagy kevésbé, de az mindenképpen fontos, hogy ne csak 10 ember jusson el a kiállításodra, hanem sokan megnézzék és lássák. Tehát szerintem ez számít. Úgy gondolom, hogy az egyik legnagyobb előnye a könyvnek, hogy sikerült ezt a dolgot kicsit tudatosabbá tenni. Tehát azok a rejtett mintázatok, amiket úgy nagyjából sejtettek emberek, igen, azok napvilágra kerültek. Meg azt tetszett nekem benne, hogy nagyon sokféle terepről hozott információkat. Tehát a borkostolástól kezdve a hegedűversenyig, hogy ki mikor megy be a meghallgatásra, hányadiként megy a 10-ből, hogy ezek hogyan befolyásoló tényezők. Igen. Mik a terveid? Hát amit az előbb mondtál, hogy a művész nem pihen, hát én most fogok mindenképpen júniusban egy kicsit pihenni, mert az is kell, 1-2 hét.
És, de az is csak egy rákészülés egy következő fázisra. Igen, de még előtte nekem lesz a doktori védésem a Pécsi Tudományegyetemen, úgyhogy ott tavaly megvolt a szigorlat, és most lesz a disszertáció védés május végén, és utána megfolytatom a munkát, és festek tovább. Festesz ezerrel. Igen. Sok sikert kívánok ez a dologhoz, sok megújulást, és sok szép képet, és sok vevőt. Köszönöm szépen, hogy a vendégem voltál itt a Heti Kortásban. Köszönöm szépen a meghívást. Kedves nézőink, ez volt a mai Heti Kortás. Keressenek rá Barabás Zsófi munkásságára, nagyon jó videókat is látnak. Többek között azt, amit az elején elkezdtünk, azt javaslom, hogy fejezzék be. Foglalkoznak kortás műgyűjtéssel. Keressenek rá erre a fogalomra is, és legközelebb is tartsanak velünk. Viszontlátásra!